Nyáron már a próbaüzem kezdődött el Fényeslitkén az East-West Gate intermodális terminálban. Az Európában is egyedülálló központban teljesen gépesített rendszerben rakják át a vasúti rakományokat egyik szállítási eszközről a másikra. A terminálban jól képzett fiatalok dolgoznak, akiknek többsége a településen folytatja majd életét, így hatással lesz minden mindennapjaira mondta 35 perc című műsorunkban Márta Mihály Tibor polgármester. Egy komoly munkakultúrát hozott be a térségbe, ami kihívása a többi nagybefektetőnek, aki már jelenleg van kisvárda, illetve abban a térségben, ahol nem csak, ahogy nagyon jól mondta a befektető, hogy az, hogy csúcs technológiát, 40 milliárdot beleköltöttek és nyitott felőről, tehát azt jelenti, ami kell, az lényegtelen mennyibe kerül, de amellett legfontosabbnak a csúcs mellett az ember tartja, és hiszen orvosi rendelő, fogorvosi rendelő van, fehér öltöző van, jelenti, minden szolgált után tiszta ruhát kapnak az emberek, tehát tényleg az ember az első a technológia helyett. Pedig ma már ugye nyugat az a jellemző, hogy a, a csúcs technológia, ilyen hard, meg ilyen, ilyen soft dolgokról beszélgetünk, igazán az emberről leg, legkevésbé, és ez, ez egy kiemelten egy, egy jó beruházás, hogy mintát ad a lévő befektetőtek is, hogy lehet jönni, ez a, ez a színvonal fel van a léztéve. A helyi képviselőtestület foglalkozott már a kialakult energiaválsággal, és az emelkedő rezsiköltségekkel is. A polgármester azt mondta, másokkal ellentétben ők nem tervezik intézményei idéglenes bezárását. Nálunk például az intézményeket úgy fogjuk most akármilyen rezsicsökkenés lesz, igenis mi például a futball vb re a művédési háznál szurkolói rendezvény fogunk tartani, tehát pontosan most nem kell bezárni a közintézményeket. Ezt mondom a kollégáimnak is, hogy ha, ha hallják a televízióban, hogy teljesen másképpen akarjuk felül a lovat, mert most kell igazán még jobban a közössége odafigyelni ebben a nehéz időszakban hogy hitet, reményt adjunk az embereknek, illetve tanácsot, ötletet, amit a magunk ugyan tudunk. Természetesen, ha nincs energia, akkor nem, de akkor is van kiút, akkor össze fogunk bújni, bocsánat, mint a pingvinek, akkor se fogunk megfagyni. Sőt, a településen nagyszabású, hat utcát érintő csapadékvíz elvezetési fejlesztés indul. A csak nem 500 millió forintos program váratóan a jövő év nyarára készül el.